Sziasztok! Itt Torsi. A mai videónkban a dendróbium orchideákról lesz szó. Beszélünk egy kicsit a név eredetéről, hogy milyen fajták vannak, beszélünk a gondozásukról, átültetésükről, illetve a különböző betegségeknek a kezeléséről is. Mint látjátok, itt lesz majd teendőnk, úgyhogy vágjunk is bele. A dendróbium nemzetséghez körülbelül 1800 trópusi faj tartozik. Ezek Dél-Kelet-Ázsiában, Fülöp-szigeteken, Borneón, Észak-Ausztráliában, Új-Guineában, illetve Új-Zélandon őshonosak. Ők epifita vagy litofita növényként nőnek a természetben, majd erre is kitérünk, hogy ez mit jelent. A név a görög dendron, fa, és a biosz, élő kifejezésből származik, ezzel utalva is a növénynek a szerkezetére. A érdekesség, hogy a kínaiak néhány dendróbium fajtát az orvostudományba is használnak, viszont a legtöbbet dekoratív növényként tartják, illetve tartjuk mi is. A dendróbium phalaenopsis hibrideket, valamint a dendróbium nobile hibrideket Tájföldön gyakran keresztezik. Érdekes módon, hogy a dendróbiumok itt Európában messze nem olyan népszerűek, mint a Távol-Keleten. Csak néhány dendróbiumnak van szüksége pihenő időre télen, de ezekre kitérünk, hogy melyek ezek a fajták. A két legfőbb fajta, amivel találkozhatunk, az első a Dendrobium nobile és azok hibridjei, ezek flexibilis levélzettel rendelkeznek, innen lehet őket a legjobban elkülöníteni, illetve a Dendrobium phalaenopsis hibridek, amelyek keményebb levelekkel rendelkeznek. Most itt van már egy viszonylag szép növény, ami még mindig egy viszonylag fiatalabb hajtás, de várható, hogy már tavasszal és nyáron fog virágot hozni. Mint láthatjátok, vannak új hajtások rajta. Ezek az új hajtások azért nagyon fontosak, mert majd ezek fogják az új virágokat hozni. A régebbi hajtások is virágozhatnak újra, illetve tápanyagot is raktároznak a törzsükben. Nyáron és a virágzáskor rendszeresen kell őket locsolni, nem szabad, hogy az ültető közeg teljesen kiszáradjon. Én úgy szoktam őket locsolni, mint a phalaenopsisokat, tehát amikor észreveszem, hogy a közeg már kezd száradni, vagy nem annyira nedves, akkor áztatással öntözöm őket, ami azt jelenti, hogy a kifertőtlenített, tiszta csapot megtöltöm vízzel, abból egy 5-10 percre belehelyezem a cserepet, illetve a növényt, tehát a talaj szintig, illetve a cserép széléig, hagyom őket 5-10 percig állni, utána lecsöpögtetem őket, és visszahelyezem az eredeti helyükre, a kaspókba. Az ideális ültető közeg számukra egy orchidea kéreg keverék, amit esetleg kókuszhéjjal keverünk. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az elején említettem, hogy ezek általában epifita növények, azaz léggyökerekkel is rendelkeznek, illetve nem földben nőnek, hanem kérgekbe bekúszva nőnek eredeti élőhelyükön. Fontos, hogy ne ültessük őket földbe vagy szpagnum mohába, mert az megfojtja a gyökereket, és az problémákhoz vezethet, amiről a későbbiekben majd fogunk beszélni. Ezek a növények nagyon fényigényesek, a közvetlen napfényt is nagyon-nagyon jól tolerálják, de figyeljünk arra, hogy azért, amikor nyáron nagyon-nagyon nagy hőség van, tehát ilyen 35-40 fok, azért ne feltétlenül tegyük ki neki őket a déli tűzőnapnak. Ha nem kapnak elég fényt, akkor sajnos nem fognak újra virágozni.
télen hogyan tudjuk a fényt pótolni, mert ugye ilyenkor jóval kevesebbet süt a nap. Én ilyenkor, igazából az internetről rendeltem, kék és piros LED lámpákkal, ezt mindjárt meg is mutatom, hogy az enyém hogy néz ki. Szóval nekem egy ilyen felcsiptethető LED lámpám van, amit az orchideák fölé helyezek föl. Ebben nagyjából fele-fele arányban vannak a kék és a piros ledek. Ezt igazából a legtöbb boltba, Obi Praktiker, villamossági szaküzletekbe be lehet ilyet szerezni. Nem túl drága dolgok, 1-2-3 ezer forintért is már lehet kapni. Érdemes ezeknek a növényeknek beszerezni egy ilyen lámpát, és télen is rendszeresen világítani őket. Én azt szoktam csinálni, hogy reggel felkapcsolom a lámpát, illetve este ilyen 7 körül szoktam lekapcsolni. Beszéljünk kicsit a tápoldatozásról, imádják a tápoldatot, viszont nagyon kell figyelni, hogy ne tápoldatozzuk túl őket, tehát inkább mindig egy picit kevesebbet használjunk. A virágzási időszakban, tehát áprilistól úgy szeptemberig 2 hetente tápoldatozzuk őket. Itt fontos elmondanom, hogy ha csapvízzel locsolod az orchideákat, akkor érdemes az ajánlott tápoldat koncentrációt a felére csökkenteni, mert a víz már amúgy is tartalmaz ásványi anyagokat, tehát nehogy túl tápoldatozzuk az orchideát. Ha tisztított vizet használtok, akkor nyugodtan lehet a megadott mennyiséget használni náluk. Még arra szoktam figyelni a tápoldatoknál, hogy olyan tápoldatot választok, amiben az ásványi anyagok kiegyensúlyozott arányban találhatóak meg. Ezt a címkén láthatjátok, ezt érdemes megnézni, illetve szakboltban nyugodtan tudtok segítséget kérni, hogyha nem találját. Mivel most már igencsak tél van, kell beszélnünk a téli pihenő időszakról is. Augusztustól már ne használjunk tápoldatot, és fokozatosan csökkentsük a locsolást is. Ősszel, télen nyugodtan lehet őket 10-15 fokos helységben tartani. Bizonyos esetekben, hogyha egészséges a növény, akkor a 10 fok alatti hőmérséklet se károsítja őket, de azért próbáljuk meg ezt a 10-15, maximum 20 fokot betartani. Azt hallottam én többfelől is, hogy novembertől februárig sokan egyáltalán nem locsolják ezeket a növényeket, de én azért havonta egyszer szoktam nekik egy kevés vizet adni, vagy akkor, amikor már látom azt, hogy a szár az elkezd összeasszalódni, mint például ennél a növénynél is. Februártól fokozatosan lehet emelni az öntözés gyakoriságát, és ilyen március-áprilistól már tápoldatozni is lehet őket. Most akkor beszéljünk egy kicsit a lehetséges problémákról, hogy mikkel találkozhatunk, és az én növényeimen most a megoldást is látni fogjátok. Az első és a leggyakoribb probléma az a gyökérrothadás. Ezt két dolog okozhatja, a túlöntözés és a nem megfelelő ültetőközeg. Legtöbbször az orchidea, mint ennél is látjátok, sokszor földben, szpagnum mohában, vagy ilyen nagyon-nagyon apró ültetőközegben érkezik, ekkor érdemes a növényt átültetni. Hogy miért fontos ez? Biztosítani kell számukra a megfelelő ventilációt, mert ugye ezek nem terresztriális növények, tehát nem a földben levegőtől elzárva nőnek, hanem a gyökérnek szüksége van a levegőre, illetve a túl tömény média, vagyis ültető közegben berohadhatnak a gyökerek. Itt majd az átültetés során igyekszem megmutatni, hogy hogy néz ki a rothadó gyökérzet, amelyeket el kell távolítani. A szár ráncosodása a második leggyakoribb probléma, amivel találkozhatunk. Rögtön mutatom is, őt egyébként anyósomtól mentettem meg, és próbálom őt helyrehozni majd. Szóval a szár ráncosodása az két dolgot jelenthet.
vagy vízhiányt, vagy gyökérrothadást. Na már most ugye ez két lehetőség, hogyan is állapítsuk meg, hogy itt melyikről van szó. Mindenképpen érdemes megnézni a gyökérzetet, hogy épe, illetve ha nemrég ültettük át és tettük rendbe a gyökérzetet, és megfelelő az ültető közeg, akkor valószínű, hogy vízhiánnyal van dolgunk. Ilyenkor érdemes egy picit gyakrabban öntözni a növényt. A harmadik probléma, amivel találkozhatunk, a szár, vagyis más néven ezeknél a pseudobulbnak a rothadása. Azokat a pseudobulbokat, szárakat, amelyek rothadtak, el kell távolítani. Szóval hogyan tudjuk megállapítani, hogy erről van ez szó? A rothadó szár az ilyen barnás, szürkés, esetleg sárgás színű, és ha megnyomjuk őket, akkor puhák, érezzük, hogy már rothad. Itt, hál' Istennek, nem erről van szó. A beteg részeket mindenféleképpen el kell távolítani. Itt nagyon-nagyon fontos, mert beszéltünk erről korábban is, hogy mivel itt betegségről, valószínűleg itt gombás betegségről van szó, mindenféleképpen tartsuk távol a többi orchideáktól, és fertőtlenített eszközökkel dolgozzunk. A beteg részt azt minden esetben teljes mértékben el kell távolítani, tehát adott esetben, ha mondjuk idáig, föntől idáig rothadt a szár, akkor egy kicsit alatta vágjuk le egy tiszta vágással. Előfordulhat az is, hogy a teljes szár rothadt, akkor a teljes szárat le kell vágni, hogyha van mellette másik pici szár, akkor jó eséllyel a növényként túl fogja élni, és fog új, friss hajtásokat hozni. A sebkezelésről is beszéljünk, hogyha eltávolítjuk az orchidea egy részét, ez bármilyen más orchideára is igaz, akkor mindenképpen a továbbfertőzés érdekében a sebet és a növényt is fertőtleníteni kell. Én ezt most meg fogtok lepődni, 3%-os hidrogénperoxid oldattal szoktam megoldani, tehát ezzel permetezem le. Hidrogénperoxidot tudtok venni gyógyszertárban, illetve fodrászkellékesnél. A lényeg az, hogy 3%-osnál ne legyen nagyobb a koncentráció. A permetezés után a sebet, én mindjárt mutatom is, mert ez egy másik növény, amit eltávolítottam, ezt már a napokban csináltam. Itt már kezd gyógyulni a seb. Tehát hidrogénperoxidozás után tisztára törlöm egy pár perccel, és már erről is beszéltünk, egy nagyon kevés őrölt fahéjjal kenem be a sebet, ami szintén nagyon jó a fertőzések megakadályozásában. Na már most, akkor vágjunk is bele az átültetésbe, mert előkészítettem a tiszta vágóeszközt, ez már újra felhasznált kis cserép. Láthatjátok, hogy majd a megfelelő levegőellátást, illetve ventilációt azt az oldalába furt kis lyukakkal próbálom még megoldani. Ezt is nagyon alaposan elmostam, és elfertőtlenítettem. Fertőtlenítés nagyon fontos. Itt van az ültetőközeg, orchidea kéreg, friss, tiszta, teljesen új, hozzá is fertőtlenített eszköz, illetve az orchidea. Amit most első körben csinálni fogok, tehát ezt az orchideát fogom átültetni, először is nagyon óvatosan majd kiszedem a cserépből, de ez nagyon könnyen ki is fog jönni, kiszedem a cserépből, és eltávolítom a régi ültető közeget, majd beáztatom a csapba egy pár percre a növényt. Amint ezzel megvagyok, rögtön visszajövök. Oké, megvagyunk ezzel. Hát az ültető közeg az nagyon-nagyon rothadt volt, sőt, még egy mini csigát is találtam benne, de hál' Istennek, ahogy látom, a gyökér szerkezet az elég egészséges. Ami
a nem egészséges gyökérre utal. Ez is, hogyha barnás, szürkés, nem kemény, illetve könnyen lejön róla ez a rész. Ezeket a gyökereket tiszta, fertőtlenített ollóval vagy késsel el kell távolítani. Amit nem szabad eltávolítani, pedig biztos nagyra a kísértés, és én még pár évvel korábban, még nagyon tapasztalatlanként elkövettem ezt a hibát, hogy hú, de jó, van egy ilyen kis rész, ezt le lehet szedni, tovább tudom szaporítani. Ne szedd le! Ne szedd le, semmiféleképpen. Ezek azok az új hajtások, amiről beszéltünk az elején, hogy ezek fogják majd az új virágokat hozni, illetve az anyanövény számára is, majd ezek jelentik a tápanyag utánpótlást. A szaporításról majd fogunk egy későbbi videóban is beszélni, illetve nem is, bocsánat, mert itt van már egy ilyen rész, ami egy pár napja egy korábbi átültetésnél leesett az anyanövényről, úgyhogy erről is fogunk majd akkor beszélni. Most eltávolítom a rothadó gyökereket, és beültetem a megfelelő ültetőközeggel a cserépbe. Az ültetéskor közben ezt gyorsan megmutatom, hogy mindig az eredeti ültetési magasságot tartsuk majd, és nagyon lazán rendezzük el a gyökérzetet. Itt a cserép aljára már tettem egy kis kérget, erre helyezem bele nagyon óvatosan, belerendezgetem a gyökereket, és nagyon-nagyon óvatosan, kézzel, kicsit rázogatva töltöm fel majd a cserepet. Meg is vagyunk az első átültetéssel. Láthatjátok, hogy szép levegős gyökér is kap fényt, így biztosan el fogjuk kerülni majd a gyökérrothadást. És ezek után térjünk át erre, a szerencsétlen kis orchideára. Anyósomtól mentettem, akinek rendszeresen elmondom, hogy se a dendróbium, se a phalaenopsis nem vízi növény, ugyanis nagyon szereti őket kaspóba betenni, és utána rengeteg vízzel meglocsolni, és szegény orchidea az áll a vízben, mint egy tavirózsa. Itt is ezt a problémát láthatjátok, hogy a teljesen elárasztott ültetőközegből ő léggyökereket hozott. Ez egyébként teljesen normális, ugye ezek epifita növények, tehát léggyökereket is hozhatnak, ezzel nincsen semmi probléma, a növény többi részével viszont sajnos van. Mindjárt ennek is megnézem a gyökér szerkezetét, és meglátjuk, hogy mit tehetünk. Pár perc beszéltünk arról, hogy a szár ráncosodását két probléma okozhatja, a vízhiány vagy a gyökérrothadás. Itt egyértelmű esete annak, hogy itt a ráncosodás, mivel nem rothad, tehát nem puha, nincs elszíneződve a szár, a gyökérrothadás okozza, ugye itt a túlöntözés miatt. Itt a rothadó gyökérzetnek a nagy része az a lemosás során már le is esett. Itt láthatjátok, hogy a szár is egy picit rothat, illetve még elég sok gyökér maradt fönn. Ezeket fertőtlenített ollóval, amit ugye vagy alkohollal, illetve, mint mondtam, az én trükköm a fertőtlenítő sprével lefertőtlenített, és az összes rothadó gyökeret eltávolítom. Nagyon-nagyon csúnya esetben előfordulhat olyan is, hogy csak 1-2-3-4 gyökér maradhat, ezzel semmi gond nincsen, újra fog a növény éledni. A legfontosabb az az, hogy az összes rothadt gyökeret azt távolítsuk el.
Miután a lektor behalt, rothadt gyökeret eltávolítottam, közelebbről megnézve vettem észre, hogy itt van egy elég csúnya seb az orchideán, illetve ott is próbálok ráfókuszálni. Ezt el fogom távolítani, erre a célra egy fertőtlenített szikét fogok használni, és próbálok egy nagyon tiszta vágást ejteni a seb alatt. Mint látjátok, a vágott felület a szép zöld, innen is meg lehet győződni, hogy itt nincs szó a pseudobulbnak a rothadásáról. Még itt közelebbről szemlélve vettem észre, hogy onnan is láthatjuk, hogy nem haldoklik a növényünk, hogy számtalan kis új hajtás található rajta, amelyek szép egészségesek, így mindenképpen megéri ezt a növényt megmenteni. Mivel elég sok rothadt gyökér jött le róla, illetve itt van egy frissen vágott sebünk is, ezért én ezt most az előbb említett 3%-os hidrogénperoxid oldattal lepermetezem, és hagyom egy 5 percig állni, majd utána a növényt a papírtörlővel tisztára fogom törölni. Akkor kapjon is egy kis sprét. Szóval beszéltünk a fahéjas eljárásról. Itt már ezt a sebet bekentem fahéjjal. Vigyázzunk, hogy az egész növényt ne öntsük le, mert sajnos abban a növény belepusztulhat, tehát nem fog annyi vizet fölvenni, kiszárítja a növényt, így csak a sebre közvetlenül tegyünk. Most, hogy rendbe tettük ezt a növényt, meg a gyökérzetét, így itt az ideje, hogy elültessük. Szuper, itt is van az elültetett növény. Mivel sajnos a gyökérzet nagy részét eltávolítottam, így nem tartja meg magát, úgyhogy őt majd mindjárt kicsit kikarózom, és mehet a 10-15 fokos szobába, ahol jelenleg most ilyen 15-16 fok lehet, úgyhogy szépen teleltetjük. Most vizet egyelőre nem adok neki, majd a jövő hét folyamán fogom egy kicsit megöntözni ezeket a frissen átültetett dendróbiumokat. A harmadik kis növénykénk ez a kis tő, ami egy előző átültetéskor egy hete véletlenül letört. Most őt se kell kidobni, hanem addig kevés vízbe tartottam, hogy ne száradjon ki. Őneki már levágtam a tetejét, vagyis a szár végét, bocsánat, illetve már akkor megcsináltam az előbb bemutatott sebfertőtlenítést. Látni, hogy már kezd is szépen kiszáradni. Úgyhogy őt is elültetjük, mivel az ő ültetésére nem készültem föl. Itt van egy elfertőtlenített, átlátszó műanyag kis cserép, aminek az oldalára az én nagyon jó barátommal most lyukakat fogok fúrni. Kész is. Mi a fontos? Fúró használat után újra fertőtlenítsük el az edényt. Ugye a higiénia és a fertőzések elkerülése nagyon-nagyon fontos az orchideáknál. Most ezt a növényt csak teljesen simán, így ahogy van, be fogom ültetni ebbe az előzőleg már elkészített ültető közegbe, és várhatóan szépen meg fog eredni, fog új hajtásokat hozni majd. Oké, ő is megvan, ez gyorsan ment. Az orchideák szaporításáról most egyelőre nem beszélnék, arról majd később tervezek videót készíteni, de azt majd csak akkor, hogyha esetleg a régebbi dendróbiumaim fognak majd tavasszal, illetve nyáron virágozni, és akkor igyekszem majd megmutatni, hogy hogyan lehet őket szaporítani. Most már el is helyeztem őket a
téli helyükre, csak kicsit nehezen férek ide, mert az orchideáimnak van egy őrzője, aki még délelőtt 10 órakor is épp hogy ébredező állapotban van. Szóval visszatérve, mit is kell tudni a dendróbiumokról? Összefoglalva, ezeknek a növényeknek télen teleltetésre van most szükségük, ehhez a 10-15 fok az ideális számukra. Ilyenkor kevesebbet kell őket locsolni, elég körülbelül havonta egyszer. Ezt körülbelül olyan február-márciusig tartsátok, akkor lehet elkezdeni fokozatosan majd a víz mennyiségét növelni, áprilisról pedig tápoldatozni is lehet őket. Nagyon-nagyon szeretik a napfényt, úgyhogy mindenképpen egy fényes, világos ablakban tartsátok őket. Ilyenkor télen pedig, hogy megfelelő fényt kapjanak, érdemes beszerezni ezt a kék-piros LED lámpát. Az ültetőközeg az mindenféleképpen orchidea-kérek keverék legyen, mert a leggyakoribb betegségük, illetve a probléma ezekkel az orchideákkal az az, hogy a gyökerük berothad a nem megfelelő ültetőközegbe. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és sokat tanultatok belőle. Ha esetleg ti bármit másképp csináltok, bármilyen tapasztalatotok van, vagy kérdésetek van, valami nem volt egyértelmű, világos, akkor a kommentbe azt nyugodtan tegyétek föl. Nyugodtan föl is tudtok iratkozni a Virág Webshop csatornájára, ezen keresztül töltöm fel a videókat. Igyekszem minél hamarabb majd új orchideás, illetve egyéb szobanövényes videókat most élem, tavasszal, nyáron pedig majd a kerti növények ápolásával kapcsolatban. Ha tetszett, akkor nyomjál lájkot, azt nagyon-nagyon megköszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, sziasztok, szép napot!